A kora esti órákban érkeztek Paksra a 64. Nemzetközi Dunatúra evezős résztvevői. A Nemzetközi Dunatúra Európa leghosszabb vízitúrája, mely a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig halad. A résztvevők összesen 2455 folyamkilométert eveznek. A Dunatúrát vendégül látó városok jóvoltából gyakran a helyi szokásoknak megfelelő meleg étel is várja a nehéz sorsú túrázókat. A paksi partszakaszon 95-en kötöttek ki, ahol kellemes fogadtatásban volt részük. Az önkormányzat jóvoltából egy vacsorán vehettünk részt, illetve itt az atomerőmű sportcsarnok, atomerőmű kajakkenu telepén tudtunk megszállni. Alpolgármester úr fogadta a népes társaságot, és kívánt nekünk jó utat a továbbiakra. 95-en érkeztünk. A Dunamenti országok minden egyes országából jöttek, mellette amerikai srác Kaliforniából, ausztrál hölgyek jöttek, hollandok, egy olasz család, svédek, úgyhogy igazán színes társaság érkezett ide Paksra. Szerencsére itt Pakson mindig kipihenjük magunkat, jó körülmények várnak minket. A csapat mindig a saját felszerelését használja, Ingolstadttól egészen a tengerig. Mindenki a saját hajójába vesz, saját sátrát használja, és hát a mai szakaszhoz kiemelkedően hosszú 52 kilométer, ami azért a gyakorlottaknak is 4-5 órás evezést fog igénybe venni. Többség már elindult hajnalban 6-kor, hogy a nagy meleget azt pihenéssel tölthesse, úgyhogy legkésőbb 6-ig várjuk a csapatot Bajára érkezve. Morning! Már korán szorgosak a táborlakók, kipihenték előző napi fáradalmukat. Többen szedték is a sátorfájukat és útnak is indultak, hogy a legnagyobb napsütést már a következő táborhelyükön töltsék az árnyékban. De van, aki komótosan még a reggeliét fogyasztja. Hajóikon a jelzés, hogy honnan érkeztek és hová tartanak. Legtöbben már régi motorosok, de akad közöttük újonc is. Úgy, mint ez az amerikai fiatal, aki először vesz részt ezen a túrán, Ingolstadttól egészen a Fekete-tengerig megy velük. A felkészülésemet futással segítettem. Otthon Kaliforniában kajak szörfözök, ott több a hullám, itt pedig több az evezés, túrázás. Ez az első évem a Nemzetközi Dunatúrán, most már több mint egy hónapja evezek a csapattal. A németországi Ingolstadtból indultam, és Romániában a tengerig fogok evezni. A következő táborhelyükig, Bajáig 52 kilométert eveznek pihenés nélkül. A Fekete-tengerhez körülbelül egy hónap múlva érkeznek meg. A nemzetközi túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok.